A tradicionális tekerőkészítésnek a, hogy úgy fogalmazzam, filozófiája az olyan, mintha egy házat építenénk. Először el kell készíteni a hangszernek az alját, utána az oldalak felépítése következik, majd a tető, és aztán mindenféle belső szerkezeti elem. Na most ahhoz, hogy ezt el tudjuk képzelni, hogy itt miről van szó, meg kell ismernünk a hangszert magát. Mert ez egy elég különleges instrumentum az európai zenetörténetnek. Tekerőt régen is, és manapság is többféle faanyagból készíthetjük. Nagyon nagy szerencsém van, hogy ilyen hangszerrel dolgozhatom, mert egészen különleges faanyagokat tudok ehhez használni. Ellentétben mondjuk a hegedűkészítőkkel, akik gyakorlatilag kizárólag a juharféléknek egy fajtáját, a hegyi juhart, a jávorfát használják. Én a tradíciónak megfelelően magyar gyümölcsfákat használok, cseresznyét, körtét, diófát, vagy például olyan különleges anyagokat is kipróbálhatok, mint ami itt a kezemben van, ez az amerikai dió, vagy fekete dió, vagy sok esetben egzotikus faanyagokat is, mint a mahagóni, azt is alkalmazhatok a hangszerkészítés során. Régen, amikor a hangszert elkezdték csinálni, először a hangszer hátát, alját építették meg. Ez egy darab fából készült. Manapság, amikor az esztétikai szempontok is rendkívül fontosak, mi ezt szeretjük két szimmetrikus anyagból készíteni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy vastagabb fadarab, amit elfűrészelünk ketté, és amikor azt kinyitjuk, akkor az egy szép egymásnak tükörképet képező anyagot kap. Ez egy kis hangszernek lesz majd a hátulja. Tehát ezt középen össze gyaluljuk, és amikor szép pontosan illeszkedik, akkor összeragasztjuk, és ez lesz a hangszer hátulja. A tekerőhúrjai bélből készülnek. Régen egyébként a hegedűket is bélhúrral szerelték föl, de ezeknél az úgynevezett historikus hangszereknél, meg népi hangszereknél megmaradtak ezek a bélhúrok. Régen a készítők, meg még a muzsikusok is maguk megsodorták birkabélből, hát azért mi már profi húrokat használunk, én is például Németországból rendelem ezeket a speciális bélhúrokat. Kicsit büszke is vagyok rá, hogy a húrkészítő mester direkt az én modelljeimhez készít húrokat. Kicsit más felépítésűek az én hangszereim, mint mondjuk egy nyugat-európai tekerő. A tekerőnek a legfontosabb része maga a kerék. Az nagyon nem mindegy, hogy hogyan van elkészítve, és hogy milyen anyagból van. A keréknek tulajdonképpen a legmegfelelőbb anyag a vadkörte. Régen úgy mondták az öregek, hogy azért kell vadkörtéből készíteni, mert az jól tartja a gyantát. Mikor forog a kerék, hozzáérnek a húrok, akkor a kerék felszíne egy picit fölmelegszik. És ugye ezt a kereket gyantázni kell, ugyanúgy, mint a hegedű vonóját. És ez a felszínen lévő gyantaréteg, ahogy felmelegszik a kerék, ezekbe az apró pici pórusokba beleszívódik. És onnan fokozatosan adja vissza maga a fa, a beszívódott gyantát. Hogyha nagyobb lenne ez a sejtszerkezet, ott eltűnne a gyanta, nem tudna visszajönni. Ha apróbb lenne, már nem tudna beleszívódni a gyanta. Úgyhogy az öregeknek ez egy nagyon okos meglátása volt, és egyébként egész Európában mindenki vadkörtéből készíti a kereket.
Nekem nagyon nagy büszkeség, hogy ugye két fiam van, és mind a kettő megtanulta ezeket a hangszereket. A nagyobbik fiam, aki egész kicsi kora óta kitűnő tekerős, az most már nagyon-nagyon jól klarinétozik, pedig ez nem egy könnyű hangszer. Ráadásul Bársony Mihálynak a klarinétján, úgyhogy az a klarinét, ami szól az ő kezében, hát az már legalább 120 éve dolgozik a magyar népzenében, és hát jó pár lakodalmat kimuzsikáltak vele az öregek. És hát remélem, hogy a fiam is meg fogja becsülni, és ugyanannyi zenélési lehetősége lesz, mint Bársony Mihálynak, vagy az előtte lévő idős mestereknek. És hát a kisebbik fiam is egész kicsi kora óta szeretett volna játszani a hangszeren, és játszik is. Az az igazság, hogy a mi generációnk fiatal felnőttként találkozott ezzel a műfajjal. Nagyon, hogy is mondjam, fájdalmas dolog ez, hogy Magyarországon a magyar népzenével nem olyan egyértelmű kapcsolatba kerülni. Nekem egy katarkikus élmény volt gimnazistaként megtapasztalni, mi az, hogy magyar népzene. Én előtte zenei általános iskolába jártam, kórus, zongora, stb. Azt is nagyon szerettem, de igazából az a hihetetlen varázs, ami engem akkor ért, amikor meghallottam, hogy milyen a népzene, meg elmentem egy táncházba, meg elkezdtem ezzel a hangszerrel foglalkozni, az valami egészen elképesztő varázslat volt. Tehát én gimnazistaként azért jártam, és toppal, meg vonattal le az Alföldre, hogy találkozzam ezekkel az idős mesterekkel. Egészen más dolog az, amikor egy gyerek úgy születik, hogy naponta a zenei anyanyelvével találkozik. Most a mi családunkban ez teljesen természetes. Ez nem egy mesterkélt dolog, de egész egyszerűen naponta ezek az énekek hangzanak el, a kicsi gyerekek is az életkoruknak megfelelő énekeket kicsi koruktól hallották, édesanyjuktól, édesapjuktól. Az, hogy erre mozogni lehet, hogy táncolni lehet, hogy zenélni lehet, ez egyszerűen nem kérdés. Ez jön.